Amit többen kérdeztek, szeretném megválaszolni, hogy azoknál a polgároknál, akik a revakcináció alkalmával esetleg valamilyen akut betegséget talál az orvos, és ez miatt nem engedélyezi a revakcina fölvételét, nem kell, hogy különösebben aggódjonak, mert amint az akut betegség megszűnik, akkor jöhet és fölveheti a vakcináját. Az ő számára az a vakcina félre van téve, várja az első alkalmat. Semmiféle hátrányt nem okoz az, hogyha nem 21 napra, hanem mondjuk 35-re vagy 40 napra veszi fel a vakcinát, ugyanolyan hatásos, ugyanolyan érvényes, úgyhogy erre szeretném külön fölhívni a polgároknak a figyelmét.